Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és napszak szerint azoknak, akik majd később nézik meg az én videómat. Egy ilyen esős, kicsit hűvös reggelre ébredtünk, de hát messze vannak már a fagyok, és messze vannak már a fagyok a labdarúgás szempontjából is, hiszen dübörögnek a nemzeti bajnokságok, nem sokára a Fradi Kupa meccset játszik, és lassan majd a válogatott meccsek környékére is odaérünk. Tehát megindult az élet minden szempontból, és ahogy megindult az élet, természetesen a visszásságok, az ellentmondások, a problémák is egyre nagyobb számban jelennek meg. Azzal kezdem a mai videómat, hogy én nem tartozom azok táborába, akik úgy gondolják, hogy a beszélgetések során, vagy a nyilvános kommunikáció során az embernek minden egyes jelzője, gondolatmenete mellé ugye biztonsági őrt kéne állítani, és azt kellene a nyilvános vagy a személyes beszélgetések során egymás szavaiban vizsgálni, hogy ki mikor lépi át az írott és íratlan erkölcsi határokat, és nagyon-nagyon nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol adott esetben már mesterséges intelligencia programok vizsgálják az embernek a szavait, hogy akkor most mit csinált és mit nem csinált. Tehát én kifejezetten azok közé tartozom, aki a lehető elfogadásig nyitott a másik ember nyelvi világa, nyelvhasználatával kapcsolatban. Azonban történt tegnap egy olyan határátlépés, amit nagyon komolyan szóvá kell tenni, és az a baj, hogy abban a családban, ahol most megint egy határátlépés történt, ott már volt erre precedens, tehát még inkább kellene figyelni erre a dologra. Miről is van szó? Arról van szó, hogy Mészöly Géza megnyert mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, ugye elkezdett arról beszélni, hogy a nagy darab színesbőrű erőcsatárok azok mennyire jók, mert ugye ellenük nagyon-nagyon nehéz játszani, és ugye hát azt a, most nagyon általánosan mondom ezt a dolgot, és azt a jelzőt használta, mert ahogyan ha ezt mondta volna, akkor ezzel semmi probléma nem lett volna, ez minden szabálynak, írott és íratlan szabálynak megfelelt, de nem ezt a kifejezést használta, hanem azt a négybetű szót, ami egyrészt ugye jól tudjuk, hogy a szín, a fekete színnek egy ilyen rövidített változata, másrészt pedig azt is jól tudjuk, legalábbis az, aki legalább érettségizett szerintem Magyarországon, hogy az a fekáliának is a rövidített változata, és azok a szerencsétlen emberek, akik ezt kitalálták, ezt a jelzőt először, hát ugye az ilyet nem lehet megmondani, hogy kitalálta ki először, bár lehet, hogy lesznek ilyen mesterséges intelligencia programok, amelyek majd az írásbeli változat első megjelenését azt meg tudják majd mondani ilyen nagy kereső programokkal. Hát azok ugye nem azért találták ki ezt a kifejezést, hogy szimpla leírást alkalmazzanak egy társadalmi csoportról, hanem azért találták ki, hogy ezáltal ugye a saját fura nézeteiket, most ezt nagyon finoman fogalmaztam, ezeket ugye a világ felé megmutassák. És ezzel is jelezzék, hogy ők hogy gondolkodnak erről. Szóval Mészöly Géza ezt a kifejezést használta, ezt a rendkívül kulturálatlan kifejezést, ami egyébként csak szeretném jelezni, hogy a magyar alaptörvénybe is ütközik, hiszen ugye bőrszín, szexuális orientáció, életkor, ugye, ez egyik szakterületem, alapján nem lehet diszkriminálni embereket, tehát nagyon-nagyon fontos volna első körben az, hogy az edzők gondolkodjanak, hogy miket beszélnek, hiszen ők most egy nagyobb figyelmet kapnak a szokottnál, azáltal, hogy egy-egy csapatnak ők a vezetőedzői. Ez lenne a minimum. De sajnos ez, ami történik, ez egy sokkal mélyebb kontextust világít meg a magyar labdarúgás körül, ami nagyon-nagyon-nagyon lassan változik. Egyértelműen változik, tehát ez nem kérdés, egyértelműen változik, de borzasztó lassan változik, és hát fel szeretném hinni a figyelmet arra, hogy amíg ez a fajta kontextus nem változik meg, addig igazán nagy, méreható változásokat nehéz eszközölni. Ugye onnan kezdem ennek a megértetését, hogy a felvilágosodás kora óta megjelenő nagy-nagy-nagy világnézetek, világszemléletek, filozófiák mind-mind arról szólnak, hogy a világot kéne megváltoztatni. Ennek a legtipikusabb példája ugye a marxizmus.
változtass meg a világot, és akkor minden jó lesz. Nem. Az legnagyobb hibája ezeknek a gondolkodásmódoknak az, hogy a változás nem saját magukon kezdik el az emberek. Tehát amikor arról beszélek, hogy a világban vannak negatív tendenciák, például bőrszín alapján történő diszkrimináció, akkor a leginkább arra kéne figyelnem nekem, hogy én ne legyek diszkriminátor, én ne mondjak olyan kifejezéseket, amik esetleg sértőek bármelyik a társadalmi csoport számára. Tehát a változást a saját magamon kell elkezdeni. Figyelni kell azokra a szavaimra, amiket mondok. Nem azért, mert valamilyen gondolatrendőrség engem meg fog büntetni, hanem azért, mert ezek nem civilizált, ezek nem normális kifejezések. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ezeket nem használjuk az embertársainkra. Nem használunk olyan szavakat, amik már önmagukban negatív, pejoratív, lejárató jelentést tartalmaznak azokra a kultúrákra, amelyekből az embertársaink származnak. Na most, visszatérve a lényegre, sajnos ez a kultúrálatlanság rámutat arra a rettenetesen kultúrálatlan labdarúgó közegre, amely mikor jött létre. Nagyon lassan jött létre, mert Magyarországon a labdarúgás körül a két világháború között egy polgári közeg volt, és művelt értelmiségiek vezették a labdarúgást, edzőként, sportvezetőként, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tudástőke volt ebben. Egyébként az egész Közép-Európában jellemző volt, és ennek következtében ez a polgári kávéházi alapú kultúra egy nagyon magas színvonalú labdarúgást hozott létre, és abban a nagyon magas színvonalú labdarúgásban megtanultak viselkedni a játékosok. Ugye a Rákosi rendszerben ez már kezdett oldódni, de még a hatása óriási volt, és az aranycsapat gondolkodásában, filozófiájában, világhoz való viszonyában és etikájában is a két világháború közötti korszaknak a gyermeke, egyértelműen mondható, annak egyfajta utolsó hajtása. És aztán ugye 56 után nyilvánvalóan félvén attól, hogy a labdarúgásban a tömegben rejlő erő az esetleg előjöhet, felbukkanhat, megjelent egy olyan langyos korszak, amelyben a labdarúgás körüli tudástőkét azt szépen úgy ellebegtették, az edzőképzések színvonala egyre rosszabb lett, egyre inkább teret adtak azoknak a vezetőknek és edzőknek, akik azt gondolták, hogy hát itt aztán semmit nem kell tanulni, itt aztán a humbug minden, ami az elmélet, ami a tudástőke, nem kell ezzel foglalkozni. Hát ugye az utolsó nagy értelmiségi edzők, akik valóban egyfajta erkölcsi útmutatás is jelentettek a saját játékosaiknak, akár ugye a Dalnoki Jenő bácsi, akinek Petőfi gyűjteménye volt, akár ugye a Baróti Lajos, akár a Lakatkarcsi bácsi, ugye ezek egyfajta erkölcsi példát is jelentettek a játékosok számára, művelt, tájékozott emberek voltak, Dalnoki ugye önmagát művelő módon, mert erre is van lehetőség az embernek, hogy magától olvasson könyveket, a Baróti meg a Lakat azok tanult emberek voltak, tehát azok rendes tanári végzettséggel rendelkező emberek voltak, akinek a megjelenése, a gondolatai tekintét hoztak abban a közösségben, abban a csapatban, és példaképül szolgáltak erkölcsileg is a játékosok számára. Viszont azt látni kell, hogy ebből egyre kevesebb volt, és bizony a fiatal Mészöly Géza, aki ugye Szőke Kavics néven is fut a Fradi táborokban, hát bizony ő már olyan időszakban volt labdarúgó, nagy pár év van közöttünk szerintem, ő, ha jól tudom, 67-es, én 72-es vagyok, mi pályán nem találkoztunk egymással, de többször láttam őt különböző meccseken, tehát hogy ő egy olyan közegben szocializálódott, amiben én is a labdarúgás közege tekintetében, ahol rendkívül felkészületlen, tájékozatlan, arrogáns, pszichológiai és mindenfajta tudás nélküli, látókör nélküli, agresszív emberek tömegei vették körül a labdarúgást, akik nem is túl jó fizetésért akkoriban, nem is túl jó fizetésért vezették a serdülő meg az ifi csapatokat, meg voltak edzők akár ilyen NB1 vagy NB2-es szinten. Természetesen akkor is adódtak
intelligens emberek, akik normálisan tudtak kommunikálni, horribile diktú nyelveket tudtak beszélni, de azért nagyon sokszor előfordult az, hogy ezeket az intelligens, elméletileg tájékozott embereket éppenséggel a közeg buktatta meg. Lásd Bicskei Bertalan története, pont az Újpest, amikor a játékosok nem azért kaptak ki a vadúztól, mert rosszak lettek volna annyira, 4-0-ra, ugye, hanem azért kaptak ki, mert egyszerűen nem akartak a Bicskeivel tovább edzeni, mert hogy olyan fajta szellemi magaslatot, olyan fajta elvárásrendszert, olyan fajta gondolkodásmódot hozott be, ne felejtsük el, hogy a Bicskeinek olyan könyvei, olyan elméleti könyvei voltak, amelyek meg vannak, elolvashatók a könyvtárakban, amelyekben a kapusképzés például a lehető legmagasabb színvonalon írta meg, és azt azóta a világon is több helyen tanítják. Tehát miről volt szó? Ez a gaza, dudva, muhar, lehúz, altat, befed. Ugye ez történt, és Bicskei megbukott. Na most ugye a Mészőinek ebben a sajtótájékoztatón elhangzott kifejezésében én ennek a régi világnak a visszatérését látom. Na most mi a megoldás? Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy egyrészt ezzel túl sokat nem kell törődni, mert ezek az emberek kikopnak idővel a labdarúgás körül, és azok az újak, mondjuk akár a Horváth Dávid fémjelezte új edző generáció, hát azok másképp szocializálódtak, azok pontosan tudják, mert az iskolában, első osztályban megtanulták, hogy ilyeneket nem beszélünk, meg ugye az osztálytársak között annyi fajta gyerek van, hogy teljesen természetes az, hogy megszokjuk a különbséget, a másságot, az, hogy az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik amolyan. Tehát ezt hosszú távon nem látom problémának. Rövid távon viszont mit látok problémának? Vagy mit látok megoldásnak? Az, hogy ez az ember, aki ilyeneket mond, az először is gondolkodjon el, és próbálja megérteni, hogy nem beszélünk ilyeneket. De még jobb lenne, hogyha megpróbálnám megérteni, nem kell gondolni se ilyen marasságokra. Tehát, hogy az ember, ha civilizált és európai ember, az nem csak attól ember, hogy normálisan felöltözik, nem csak attól ember, hogy normális lakása van, normális autója van, a családjának megteremti a megfelelő anyagi körülményeket, hanem attól is ember, attól is európai ember, hogy nem diszkriminál olyan dolgok miatt másokat, amikről nem tehetnek. Tehát senki nem tehet arról, hogy milyen szubkultúrába született. Ugye? Senki nem tehet erről, tehát ebben az értelemben nagyon fontos volna, hogy legalább ez leessen, ha eddig nem esett le 50, nem tudom hány évig, akkor most essen le ez a dolog. Nyilvánvalóan egy labdarúgó kultúrának, egy labdarúgó közegnek kéne erre valamit reagálnia. Nekem az a gyanúm, hogy abból a szempontból szerencséje van Mészői Gézának, hogy itt a Novák Katalin Varga Judit történet az elviszi az emberek figyelmét, és senki nem akar itt egy újabb nagy témát csinálni. Tehát lehetséges, hogy ebből nem lesz téma. Mindazonáltal az nem lenne rossz, hogy a MOL felől, meg mondjuk az MLS felől azért érkezne egy ilyen jelzés, hogy hello, hello, hello. Tehát azért, ha ez így kezdődik, akkor ez hogy fog folytatódni? Tehát nagyon finoman, akár egy ilyen nyilatkozat, vagy akár egy nem tudom, valami fajta enyhe pénzbüntetés, vagy valami szimbolikus dolog formájában, azért lehetne jelezni, hogy az MLS meg a MOL nem ért egyet ezzel, hogy itt ilyen mondatok hangoznak el a sajtótájékoztatón, és akkor ugye az edző meg az edző környezete is érteni, hogy miről van szó. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy itt nem pusztán erőléti edzőket meg videóelemzőket kell hozni egy új edzőnek, hanem egy kommunikációs tábot is föl kell állítani nagyon hamar. Ez a példa egyértelműen ezt mutatja. Tehát egy olyan stábot, amelyik nem csak szervezi ugye a sajtótájékoztatót, hanem leül a vezetőkkel, akik nyilatkoznak, meg leül a játékosokkal, akik nyilatkoznak, és elmagyarázza nekik, hogy mi az, amit nem mondhatnak. Ugye? Tehát elmagyarázza nekik, tehát egy érzékenyítő tréninget tart ezeknek az embereknek, és abban az esetben akkor talán le fog esni, hogy miért nem mondjuk ezeket, hiszen ugye a történelmi múlt és a történelmi múltnak a rettenetes terhei okozzák azt, hogy ilyeneket nem mondunk. Tehát a normális ember pontosan tudja, hogy ezeket a társadalmi csoportokat milyen durván és milyen szégyenletesen diszkriminálták évszázadokon keresztül. A
De egyébként hát pont a mi gyerekkorunkban, hát én is emlékszem rá, szerintem Mészöly Géza is látta ezt a sorozatot, a Gyökerek című sorozatot. Hát pontosan tudjuk, hogy ott az egy hiteles sorozat, hogy ott mi történt. Tamás bátyja kunyhójától kezdve ezer példát lehetne mondani. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy ilyet nem beszélünk. És ez sajnos arra a kulturátlan közegre mutat. Azt a kulturátlan közeget írja vissza a labdarúgás köré, amit már úgy szeretnénk, hogy elmúljon. Tehát úgy szeretnénk, amikor ez a edzőbá beállított, és én rágózok és köpködök típusú labdarúgó kultúra, vagy az a labdarúgó kultúra, amelyik ott a kocsma, büdös kocsmaasztalok körül vitatja meg a mérkőzéseket, vagy én amikor nagyon keveset játszottam felnőttben, de amikor játszottam felnőttben, mert ugye nem azért, mert rossz lettem volna, azért nem volt időm rá, akkor ugye ott álltak a korlát mellett az emberek, és nyomták a hülyeségeiket olyan stílusban, ami egyszerűen az ember számára bicskanyitogató volt. Más kérdés, hogy egy játékos, aki profi módon gondolkodik, és a játékra figyel, az nem nagyon hallja. Tehát nekem nem egyszer előfordult az, hogy a csapattársaim a meccs után mondták, hogy rám, meg a többiekre miket mondtak. Ugye nekem, amikor felnőttbe játszottam nyaranta, akkor is volt ilyen, hogy nyáron nagyon lenyírtam a hajamat, és nagyon sokat voltam ugye a napon, és akkor bebarnult a bőröm. És akkor ugye szeptember-októberben azért egész érdekes mondatokat lehetett hallani a nézőtér felől velem kapcsolatban. És én azt nagyon sokszor meg se hallottam, csak nevetve mondták utána a csapattársaim, hogy hallottad, hogy miket mondtak? Én mondom, nem, vagy lehet, hogy rám mondták, azt se tudom, hogy rám mondták-e, de az a lényeg az, hogy valamennyire hallottam. Na, szóval visszatérve a sok dumából a lényegre, visszatérve, mindent meg kell tennünk azért, nekünk szurkolóknak, nekünk bárkinek, aki a sport körül van, kommentelőknek, mindenkinek azért, hogy az a sötét, primitív, ilyen áporodott szagú, buta, felkészületlen, arrogáns, agresszív, nem európai világ, ami a 2010 előtti magyar labdarúgást milyen jellemezte, az a lehető legjobban és a lehető legmesszebb tűnjön el. És azok az emberek, akik nem képesek ezt az új ritmust, ami már 14 éve van a labdarúgásban felvenni, ami hát egyértelműen a nyugati módszereket tudományosan próbálja alkalmazni, és hihetetlen körülményeket teremt anyagilag a labdarúgás köré, soha nem volt Magyarországon ilyen körülményrendszer, akkor azt ugye próbáljuk meg együtt visszaszorítani. Mert ha ez nem sikerül, akkor egyszerűen az fog történni, hogy megint eluralkodik ez a szint, ez a színvonal, és ez senkinek nem jó. Na hát ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy tökéletesen érthető volt, hogy én ebben a jelzőben, és nem is Mészöly Gézán szeretnék lovagolni, hanem ebben a jelzőben ennek a régi labdarúgó közegnek a visszatérését látom. És ettől a jó Isten mentsen minket meg, mert ez minden, csak nem a fejlődés lehetősége. Ha azok az emberek, akik a labdarúgásnak a szekerét akarják kimozdítani, ilyen dolgokat mondanak, akkor ott nem lesz soha változás. Tehát akkor ugye ebben szocializálódnak a játékosok, és ez lesz a trend. Ugye? Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos meglátni azt, hogy mit lehet és mit nem. Na, ennyit szerettem volna mondani, nem is tekergetem tovább a dolgot, remélem érthető volt, és ha tetszett, vagy egyetértesz, akkor nyomj egy lájkot, vagy a biztos vagyok abban, hogy szokás szerint lesz egy csomó ember, aki vagy nem érti azt, amit elmondtam, vagy pedig megpróbálja elmondani a saját, ez az általán bírált nézetrendszerhez tartozó jelzőit. Hiába mondom el, ez is látszik, hogy le fogom ezeket törölni, ettől függetlenül mindig akad egy-két ember, aki oda teszi ezeket a mondatokat, de még egyszer elmondom, hogy természetesen az én oldalamon ilyen típusú megjegyzéseknek nincsen helye, tehát lehetsz te úgy egy nemzeti gondolkodású ember, meg lehetsz te úgy egy konzervatív gondolkodású ember, hogy nem használsz társadalmi csoportokra semmifajta lejárató kifejezést, és nem is gondolsz társadalmi csoportokra általánosan így. Higgyétek el, hogy van ilyen, és ezzel semmi probléma nincsen, sőt ezt hívják normális európai, vagy normális emberi gondolkodásnak, ezt is el lehet mondani. No hát, nagyon köszönöm, hogy meghallgattad a videómat, mindenkinek szép napot kívánok, és
hát hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.